Az interneten kínált eladásra egy több tízezer forint értékű mobiltelefont egy 19 éves férfi. Egy gyanútlan vevő át is utalta a megvásárolni kívánt termékárát a férfinek, de a pénzért nem kapta meg a készüléket. Az átverés itt nem ért véget. A csaló ugyanis telefon helyett egy liter gyümölcslevet küldött a vevőnek, aki azonnal feljelentést tett a rendőrségen. A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit azonosították, a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A dombóvári rendőrkapitányságon a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és átadták az iratokat az ügyészségnek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője azt mondja, az internet alkalmas arra, hogy a csalók tévedésbe ejtsék az apró hirdetési oldalakat böngésző internetezőket. A hatóság munkatársa azt tanácsolja, érdemes bővebb tájékoztatást és saját felvételt kérni a termékről, az átvétel, a postázás, valamint a biztonságos fizetés lehetőségeiről. Az eladóval nem árt felvenni a kapcsolatot telefonon is, mielőtt átutalnánk neki a pénzt, sőt még a személyes átvétel lehetőségeiről is felvethetjük neki. Ha ezt elutasítja, érdemes még körültekintőbbnek lenni, mondja a rendőrség szóvívője. Az adásvételről folytatott beszélgetéseket, a telefonszámokat, e-mail címeket, internetes adatokat mindig el kell menteni, így később azonosíthatóvá válik a csaló, és a rendőrség, ahogy ebben az esetben is, kézre tudja keríteni az elkövetőt.